H&M Grácia kiállításon vagyunk, ahol a fő attrakció a H&M pillecukor, pillecukortest, pilletesnek nevezem, mert vicces az, hogy pillettest, mert háj hatása van. A háj darálástól jutottam el, amikor a H&M Venus Performance-on daráltam a hájat. Itt látható egy megpucolt háj, most pucoltam meg, gyönyörűnek tartom, ezt fogom holnap megfesteni egy képre. És olyan a darált hájnak az állaga, direkt ilyen habosnak kell lennie, azért kell darálni, mint a pillecukor számomra. Ezért úgy döntöttem, hogy készítek pillecukrot. Aztán ez a pillecukor, ugye ilyen könnyed, rezeg, mint a háj, olyan színe van, mint a hájnak, ezért a hájas testemet, most leesett a modell, majd pucolok egy újat, a hájas testemet terveztem kiönteni pillecukorból. Kicsit technikai akadályokba ütköztem, de egy női testmintát, egy SS női testmintát félig kiöntöttem pillecukorból. Látszik, hogy ilyen háj hatása van, rezeg, narancsbőre van. Egy cukrászdával kommunikáltam, és mondta, hogy probléma, hogy nem lett sima a felület. Mondtam, hogy az nem probléma, hiszen narancsbőrös hatása van, strihák is vannak benne, itt a csíkok, többféle színárnyalatból áll össze, mint a testünk sem egy színből áll, és szabadon lehet csipegetni, kivéve a fejét nem, mert az még kicsit káros anyaggal érintkezik. Köszönöm. Én is köszönöm. Köszönöm szépen.